Ez az úgynevezett vagyonvédelmi rács. Kihelyezése a társasházakban növeli a biztonságot, tűzvédelmi szempontból azonban hátrányos lehet. Felszerelését ezért szabályokhoz köti a katasztrófavédelem. Nem mindegy például, hogy van-e az érintett folyosón valamilyen ablak, szellőző, tűzjelző, tűzoltó készülék, hő- vagy füstelvezető eszköz. Abban az esetben, ha nincs ablak és nincsenek tűzvédelmi eszközök, akkor felszerelhető. Ugyanakkor, ha több lakás tartozik ebbe a folyosó részbe, ahol semmi ilyen eszköz nincsen, akkor mindenkinek kulcssal kell, hogy rendelkezzenek. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy 2015-ig 1 méter 10 centi széles folyosót kellett, hogy biztosítsanak a menekülési útvonalhoz az ott lakók. A 2015 márciusa után épült épületek esetében ez már 120 cm. A magasházak esetében 2 évente, a középmagas épületek esetében 2-3 évente tart folyamatos ellenőrzéseket a katasztrófavédelem. Számos esetben találkoznak a tűzoltók a folyosókon szabálytalanul elhelyezett berendezési tárgyakkal, például bútorokkal és virágokkal is. Ilyen esetekben először felszólítják a tulajdonosokat, hogy távolítsák el a lépcsőházakból ezeket az eszközöket, második lépésben pedig akár bírságot is kiszabhatnak. Ha nem szüntetik meg, akkor élünk a bírság lehetőségével. A menekülési útvonalak eltorlaszolásánál ez 20-tól 800 ezer forintig terjedhet, illetve azokban az esetekben, amikor mondjuk bírságot szabunk ki, akkor is nyilván nem a legmagasabb tétellel kezdjük, hanem egy kisebb, alacsonyabb összeggel. Ezt a problémát mintegy 2400 társasházi lakás közös képviseletét ellátó társaságnál is tapasztalják. Főleg a folyosón gazdátlanul hagyott holmik tulajdonosainak felkutatása ad munkát és kihívást az ellenőröknek. Sajnos azért még mindig nem értik meg. Ott, ahol előfordult már tűzeset, ott azért ez nagyon egyértelmű, hogy mit lehet és mit nem. Ott, ahol még nem történt, hál' Istennek, ilyen típusú probléma, ott azért vannak lakók, akik ezt nehezen akarják tudomásul venni, hogy nem rakhatok ki akármit a lépcsőházba, nem tárolhatok a szemétledobóban bizonyos dolgokat, amiket előszeretettel szokta, illetve a másik, ami még nagyon gyakori, a villanyóra szekrényekben tárolnak, ugye nagyon gyakran tűzveszélyes anyagot, papírgyűjtés például elég gyakran csinálnak az ilyen villanyóra szekrényekben, tehát ezek a leggyakoribb problémák. Minden társasháznak kötelező tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie. Ennek rövidített, egyszerűsített változatát minden lakó megkapja.